Csirkeszárnyakat, mivel Red Bull nélkül nem lesz, aki szárnyat ad. Bizonyára a címből is láthattátok, újabb rajongói kérdez felelek videó lesz. Sajnos a gép az foglalva van, szóval hoztam a telefont, és kifénymásoltam egy papírra, hogy jobban tudjam olvasni. Szóval érzitek. Kezdjünk is bele! Azt mondja, Viki 9 kérdezi, mi vezetett téged a YouTube-olás világába, amúgy királyok a videóid, Pacsi! Pacsi neked is, és köszönöm szépen! Hát, hogy őszinte legyek, mindig is, a példaképei mindig is sarkaltak engem arra, hogy YouTube-ozzak, akik nem más, mint Freddy D, a rossz PC játékok nagymestere, a másik példaképen pedig Pamkutya, hát ez egy íratlan szabály, hogy számomra ők a legjobbak. Szóval igen, ők ketten sarkaltak arra, hogy csináljak én is, tehát én is YouTube-ozzak, tehát próbálgassam. Tehát, hogyha ők nincsenek, akkor én sem vagyok itt, ahol most vagyok, ugye 700 feliratkozóval, aztán YouTube-ozok, vagy mindent, meg tolom a videókat, szóval értitek. Szóval a kérdésedre válaszolva a példaképeim által YouTube-ozok. Olló 55 kérdezi, mi volt a legkínosabb dolog, amit életedben valaha megcsináltál? Jó kérdés! Hát kérlek szépen, nekem 12 éves koromban, már nem is tudom meddig, volt nekem egy nagyon hamis német juhász kutyám, a Rexi kutyám, és anyuik elmentek a Tesco-ba, engem meg otthon hagytak ugye a kutyával, meg mindenne, aztán nem volt kaja a hűtőbe. Na mondom, nem tudom, hogy mit tegyek, aztán eszembe jutott, hogy ugye meg kellett etetni a kutyát, aztán ránéztem a kutya eledeles konzervre, hogy vajon ez mi lehet, aztán rá volt írva, hogy szárított marha, közben meg jó szaftos volt, aztán kikanalaztam belőle egy kanállal, hogy hadd tudjam már meg én is, hogy miről maradok le, mit teszik a kutyám. Aztán megettem, és jó zamatos volt a kutyakaja, és megettem egy egész konzerv kutyakaját, neki pedig nem maradt sajnálatos módon, úgyhogy meg kellett várni, amíg hazaérnek a Tesco-ba, és csak aztán tudtam a kutyámnak is enni adni. Na ez már egy C1-6-os kérdés. Dosking kérdezi, hogyan lettél ennyire profi C1-6-ban? Azt a begyár mindenit! Vajon hogyan? Hát ez lényegében velem kapcsolatos kérdés, meg ugyanakkor nem is velem kapcsolatos kérdés. Elnézést, amúgy a széket halljátok nyikorogni. A széket? Az asztalt halljátok nyikorogni. De amúgy kérdésre válaszolva, hogyan lettem profi? Hát sokat kell botozni, meg deathmatchezni. Amúgy így lehet leginkább megtanulni, úgymond játszani, fejleszteni a kézgyorsaságodat, stb. A rántást, a reflex fejlesztést, a letartást, stb. Sokat kell botozni, DM-ezni, de amúgy ha érdekel, hogy hogyan kezdtem, tehát a kezdet, hogy mi volt nekem, az úgy volt, hogy amikor Mavon üztem az egyhatot, hogy állítsál be 15 darab CT-t magad ellen, könnyű fokozaton, és AK-ból próbáld meg őket előni egy tárból. AK-hoz csak egy tárat vegyél, és vegyél egy kevlárt, hogy ki is bírt, és hogyha előd mindegyiket fejbe, akkor már jó vagy. És ezt minden körön keresztül így kell. Aztán emelni kell a fokozatot vele, hogy normálon is 15 botot beállítani, CT-t, hogy ne tudjanak plantolni, meg hardon, illetve experton is. Így lehet megtanulni a bootchase-ni. Ez az alapja az egésznek, a botozás. Botozni kell, nem kell szerverre szaladni egyből. Négyes kérdés jön. Mi a gecim van kérdi, meddig tart egy videót elkészíteni? Hát ez nagyon sok oldalú, hát ez most attól függ, hogy milyen videót akarok csinálni. Tehát, hogy ha valami jócska kis szar mémet akarok csinálni, akkor lényegében 5 perc sincs egy videó. Amúgy elég sokat szoktam ülni egy videón, kb. Szolid 3-4 órát, másfél órát biztos ülök egy komolyabb tartalmon. Tehát legyen az paródia, a régi volumesok, amiket csináltunk, hát az volt, amelyik napokig is tartott, fú. De visszasírom azokat az időket, mert azokat még többen csináltuk. A rap is, tehát hogyha rappet csinálok, meg videoklipet, ezek mind napok, tehát amúgy nálam tényleg napokba kerül, mire egy komoly videót összerakok, egy komoly tartalmat, szóval értitek, ez leginkább napok kérdése nálam. Kaster kérdezi, hogyan jött a sárkány név? Hát kérem szépen úgy, hogy amikor 5. osztályból, általános iskola 5. osztályából leballagtunk, és amikor készültünk ugye 6. osztályba, ősszel ugye mindenki jött, és az egyik osztálytársam elutazott Kínába,
egy egész hónapra, és hozott onnan egy kínai naptárt, kérem szépen, és azt mondta, hogy menjünk oda hozzá, és akkor megmondja, hogy kinek mi a kínai horoszkópja. Az én kínai horoszkópom a kínai nagy fekete sárkány, és tetszett a dolog, plusz motivált is, plusz félek is tőle, tehát lényegében nekem olyan nevem van, amitől félek, tehát sárkány, ha létezik, ha nem, én félek tőlük, nem akarok velük találkozni, viszont ez motivál engem így az életbe, hogy olyan névvel járok kelek a világban, amitől félek, és szó szerintesen, tehát tényleg így mutatkozom be, nem csak az interneten, hanem mindenhol így mutatkozom be, legyen az bank, a bolt, akárhol megyek, mindenhol ezt mondom. Még németül is, mert ugye németül a sárkány az úgy van, hogy Drachen, szóval tényleg, 12 éves korom óta ez a nevem. Azóta nem változott sohasem, szóval értitek. Ja, szóval az a lényeg, hogy amióta megtudtam a kínai horoszkópomat, hogy micsoda, nagyon tetszett a dolog, és felvettem a nevet, és ja, akármelyre kellek a világba, ezzel a névvel ismernek. Destruktor kérdi, mik a legnagyobb félelmeid? Húha! Hát kérem szépen, nekem összesen 3 darab félelmem van, amiből egyet leküzdöttem, 2 pedig maradt. Szerintem felsorolom, az első félelmem a sötétség, amit 11 éves koromban küzdöttem le már. Tehát 11 éves korom óta nem félek a sötétben, de amúgy a sötétség volt az egyik a 3-ból. A második a víz. Mindig kimentünk régen a Tiszára barátaimmal még Magyarországon, és akkor mindig bele akartak hajítani engem, mert tudták, hogy fosok a víztől, hogy a víztől összeszarom magamat. Ez mai napig így van, én elmondom, itt vagyok kamera előtt, elmondom feketén-fehéren, vágatlanul, én fosok a víztől, és akárki megpróbál belehajtani, az nem tud. Tehát haverságom, a haveri körömet úgy képzeljétek el, hogy volt ott mindenféle, dagadt gyerek, vékony gyerek, izmos gyerek, tőlem izmosabb gyerek, vagy olyan gyerek, akitől én voltam az izmosabbik, mégis lefogtak és bele akartak hajtani. De hiába fogtak engem 9-en, egyszerűen nem tudtak, olyan szinten fosok a víztől, hogy nem bírtak egyszerűen belehajtani. És amikor kificánkoltam magamat a fogásukból, amikor engem lefogtak, felugrottam az egyik tölgyfának a tetejére 2 mozdulatban, és nem bírtak utánam jönni. Mondtam, amelyik utánam jön, azt fejjel rúgom. Mert tudtam, hogy bele akarnak hajítani a vízbe. Szóval igen, ez a második legnagyobb félelme a víz, és a harmadik, ugye már az előző kérdezője ki is volt, ez Castell, igen, Castell, hogy azért jött a sárkány. Még a harmadik félelmem meg a sárkány. Tehát csak önmagamat ismétlem, sárkány ide vagy oda, létezik vagy nem, én azoktól is összeszarom magam, szóval nekem ezek a legnagyobb félelmeim. Tehát 3 félelem, ami valójában csak 2, mert ugye egyet leküzdöttem, az a sötétség volt. Én a sötétben nem fosok. Sas nevű beküldő kérdezi, mi a valódi neved? Hűha! Hát ezt nem szoktam úgy senkinek se elárulni, tehát most nem állok le itt videóba elárulni, mi a valódi nevem, de általában emberkék így rá szoktak jönni valahonnan, hogy nekem mi a nevem, és hogyha úgy megtudják, akkor engem nem zavar, de amúgy valójában én nem szoktam bemutatkozni. Tehát nem kell tudnotok a valódi nevemet, de aki rájön magától, és tudja, és úgy szólt, az nem zavar. Tehát, hogyha rájössz magadtól, az nem zavar, de ahogy én valójában, én általam nem szoktam elmondani. De hogyha te rá tudsz jönni, hogy valójában mi, akkor az úgy oké, de nem szoktam elárulni senkinek. Elégedjetek meg a sárkánnyal! Jumbo vagy Jumbo, szerintem Jumbo. Jumbo kit kérdezi, leveszed a szemüvegedet? Léci, vedd már le, léci. Egyébként itt lent, ahol látjátok, hogy odaírtam, hogy ti is el tudjátok olvasni, de azt nem én írtam úgy. Én akiknek kimásoltam a szövegét, ők írták le nekem így, tehát most valakiben megnyilvánul a helyes írás, valakiben pedig nem. Tehát ők írták le így, és én tehát hozzá sem nyúltam, csak ide másoltam, szóval értitek. És ja, el kell mondanom neked szerintem, hogy a léci az nem 2C, nem is 1C, hanem 3C. De amúgy, ja, gondold, levettem a szemüvegemet, hát miért ne? Az a lényeg, hogy levegyem. Tehát parancsolj, itt van, levettem, nagyon szép szemüveg szerintem. Pillanat, ha mint látjátok, azt a feliratot a New Yorkerből hoztam ki. 4 eurót, azaz 1200 forintot fizettem érte. Ezt kérem szépen, ilyen szép a sárga, nagyon szép szemüveg, és hát igen, egy szemüveget szerintem nem tart sokáig levenni. Tehát igen, pont ahogyan kérted, én levettem a videóba, teljesen vágatlanul, szerintem nagyon szép szemüveg. Lássuk, mi van még. Ace Commander, mi a kedvenc kaját?
Hát elsősorban nagyon szeretem a csirke szárnyakat, a csirke szárnyak. Na hát viccet félretéve, amúgy szeretem például a spagettit, nagyon jó kaja, de nem is szabadna ennem, mert nekem még mindig tart a fogyásom, hát ugye fogyózom, gyerekek. Tehát a spagetti, pörköltek, szeretem a brassóit, meg visszatérve, tehát megeszem szívesen a csirke szárnyakat, akár rizsgyel, krumplival, szóval nagyon jó kaja. Ja, hát leginkább ilyen húsételeket sorolok fel, de amúgy nagyon válogatós vagyok. Tehát megeszem a húsételeket, meg a zöldséget is megeszem, de azokból vagyok válogatós inkább sajnálatos módon. Na és elérkeztünk a 10. kérdéshez, az utolsó előttihez. Mason K, szerintem ez K. Mason K kérdezi, milyen filmeket szeretsz? Hát én oda vagyok a vígjátékok és srácok, a vígjátéktól nincsen jobb. Nevetés az jó dolog, szerintem a legeslegjobb gyógyszer, amit az orvos valaha felírhat neked. Nevessél, bazd meg, nevessél. Szeretem a vígjátékot, csak azért vagyok oda, tehát ilyen, hogy horror, meg creamy, úristen, ilyenekkel nem fogtok meg, csak a vígjáték. Az akciót is megnézem, de a kettő közül választani kéne inkább a vígjáték. És elérkeztünk a legendás 11-es kérdéshez, amit egy hölgy küldött be nekem, nevezetesen Hajné 1337. Nem fogsz már többé hazajönni Magyarországra? Hát... Hú... Boncoljam ki. Az a helyzet, hogy nekem Magyarországon nincs sok keresnivalom már, mert nekem amúgy, ez jó, hogyha tudjátok most így videóba, nekem amúgy nincsenek barátaim, meg magyarba, ha voltak, de az mind hátba szúrt engem, csak mert kikerültem németbe, holott azelőtt pedig még válveregetve és sírva, könnyezve búcsúztattak el engem, hogy így vigyázz magadra, úgy vigyázz magadra, aztán hazajöttem és mindenki köcsög lett velem. Tehát amikor hazajárósok voltunk még régen, hagyjuk már. Nincsenek barátaim, és nincs kihez hazamenni, tehát nincsen kihez, senki nincsen nekem Magyarországon, és nem hiszem, hogy tovább keresnivalom lenne ott, mert semmi lehetőség nincsen ugye megélhetésre, de persze mindig hiányozni fog az ország, hiányoznak azok a jó bolond magyar szokások, a jó öreg magyar káromkodás, mert hát a mi nyelvünk a legszebb, a magyar a legszebb nyelv, aki mást mond, az hazudik, aki mást mond, az hazudik, az most hazudik. Tehát tényleg a magyartól nincsen legszebb nyelv, tehát mi olyan szinten tudunk káromkodni, meg akármit kifejezni, hogy ódákat lehetne arról mondani, ódákat. Úgy hiányzik az ország, de nekem már semmi keresnivalom nincsen ott. Köszönöm, hogy megnéztetek a videót, és szeretnék megmutatni nektek kettő darab dolgot. Az egyik az itt van mögöttem, meg is mutatom. Kérem szépen, bocsánat, itt is vagyunk. Hugom nyerte pályázaton ezt a gyönyörű festményt, nagyon szép, én imádom, álljátok rávilágítunk. Egy gyönyörű szép festményt nyert a pályázaton Hugi, hazahozta, ami amúgy elég szép, de ha jobban megnézzük, amúgy hátborzongató, mert szerintem nem akarnátok itt lenni egyedül. Ez lenne az egyik dolog, a másik pedig a számítógépemen lenne, úgyhogy menjünk is oda. Bizonyára sokszor elmondtam nektek, amikor a Facebookomról érdeklődtetek, vagy a Steamemről, hogy az a YouTube borítóján van, és soha nem értettétek. Na most akkor megmutatom nektek, tehát akkor YouTube, rámentek a csatornámra. A csatornán nem kell ott nyomkodni alul, hogy videók, vagy kezdő, csak így a kezdőlapon offold magad. És nézzétek, itt ahol, tehát itt van a borítóképemen, itt alul, hogy Facebook, rányomtok. És voilà, itt van a Facebookom. Tehát elég egyszerű, mármint engem megkeresni Facebookon. Pont emiatt. Mert csak rányomtok és beadja, és aztán lehet jelölni, meg írni. Ha a Steamemre vagy kíváncsi, akkor pedig a Steamjelre. És voilà! Vagyis, na, voilà, jetzt. Tehát itt van a Steamem, mind a két helyen lehet nyugodtan jelölni, és ennyi. Tehát egyszerű megtalálni engem. Mert itt van rajta a borítóképemen. Itt jobb alsó sarokba. Remélem, így most már tudni fogjátok. Ennyi lett volna így a végére, tehát ezt akartam még bemutatni, ugye mondtam, hogy két dolog, az egyik a festmény volt, a másik pedig ez. Hamarosan érkezek újabb vlog videókkal, illetve előbb-utóbb már a paródiának is be kéne futni, amin melózunk.
Szóval, ja, én is el vagyok, meg a melóval is, ugye új hét kezdődött, de a lényeg, hogy mostanában jó idő van, szóval szerintem jobban fognak pörögni a videók. Na, vigyázzatok magatokra, és Sárkány voltam, és sziasztok!